Ünnepi istentisztelet. Talentum óvoda avatása. Magyar-Kazak konferencia. Vörös pandák születtek. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 21-én 18 óra 5 perckor. Ünnepélyesen is átadták a karcagi Nagykun Református Általános Iskola Talentum óvodáját. A református templomban tartott ünnepi istentiszteleten nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes apostoli köszöntésével kezdődött. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a Te nevednek szeret dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Ősi Zsoltár szavával így kezdjük ezt a mai hálaadó alkalmat, amikor egy óvodát, a gyermekkertet, a kisdedóvót, bármilyen néven is nevezzük, de a legfontosabb funkcióját használt tekintve, ami gyermekeinek, következő generációnak, utódainknak a nevelését, gyarapítását, gazdagítását szolgáló intézmény átadom most. Ezért jöttünk nem dicsekedni, hanem dicsérni. Nem a magunk nevének, hanem a Te nevednek dicséredet szerezni. Megtartó kegyelmedért, irányításodért, bölcsességedért, a lehetőségekért, amikkel élhettünk és jól éltünk. Urunk, áld meg az ige hirdetés, annak szólóját, az ige hirdetőt, ami Tiszántúli Egyházkerületünk vezetői, lelki irányítóját, hogy mindenben rólad, a Te szeretetedről tehessen bizonyságot, és megajándékozott boldog gyermekekként térhessünk haza, kicsi és nagyok egyaránt a Te hajlékodból. Krisztusért, ami megváltunkért, kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az istentiszteleten főtisztelendő dr. Fekete Károly püspök hirdetett igét. A teremtési adottságokban kapott talentumok felfedezésére és a bennük való elégedett gyönyörködésre képességet kaptunk. Én azt kívánom, hogy igyekezzünk olyan jó emberek lenni, akik körülvesztünk gyülekezetben, a városban, ebben a régióban a talentum óvodáink. Igyekezzünk olyan jó emberek lenni, amilyenek csak tudunk. Ezzel segítünk a legtöbbet a kisebbeknek, hogy ne azt kérdezgessék, hogy ki a nagyobb, hanem inkább azt töltse el őket, hogy ha megteremtett bennünket az Úristen, akkor érezzen jól magam a bőrömben, mert ő akarta, hogy legyek. Azért élsz a Földön, hogy önmagaddal szedjé tedd ezt a világot. Nézd magadra, hozd ki magadból azt, akinek Isten teremtett téged. Nézd a kisgyermekre is, és lásd meg benne az Isten áldott a talentumokat. Igen, élvezheted azt, aki vagy. Az önmagad iránti szeretettel tudod öntözni a magad életét, hogy virágozz, és a felfedezettség örömében tudsz köszönetet mondani azért, hogy élsz. Ezeket az érzéseket nem öregkorban kell megízlelni, mert akkor talán már az jut eszünkbe, hogy miért nem fedeztem föl korábban én magam. Ezeket az érzéseket gyermekkorban kell felfedezni. Ha igazán református óvodát akarunk, akkor a talentumok felfedezéséhez ez az út vezet. Ez az igazi tehetséggondozás. Ha kiki felfedezheti a saját talentumait, és rátalál arra a talentum forgatási módokra, utakra,
hogy hogyan lehet megközelíteni egymást. Nincs annál szomorú és nagyobb pedagógiai feladat, mint amikor a gyerekek jó része játszik együtt, és van egy valaki, aki kilóg a sorból, és nem akar játszani velük. Nincs meg benne az a késztetés, hogy ő is csatlakozzon a többihez, ahol olyankor kell jönni az óvónénének, és bevezetni abba a világba, hogy nem magányos farkasok vagyunk, hanem közösség vagyunk. Az óvoda érettség egyik legfontosabb mutatója, hogy már tud együtt játszani a többiekkel. Nem azt nézi, hogy ki a nagyobb, hanem hogy kivel jó nekem játszani és együtt lenni. Püspök úr beszédét követően F. Kovács Sándor térségünk és városunk országgyűlési képviselője mondott köszöntőt. Egy családnak legdrágább kincse a gyermek. És amikor a gyermek megszületik és cseperedik, és első alkalommal el kell válni tőle. Ez az elválás mindig kicsi félelemmel, kicsi aggódással jár. És hát legdrágább kincsünket kire is bízhatnánk? Ki az, aki vigyázni tudna úgy rá, hogy hasonlóan, mint saját magunk? Ki az, aki nevelhetné úgy, mint mi? Ki az, akitől ugyanolyan jót, szépet és tanulnivalót kapna, mint amire mi vagyunk? Nagyon nehéz döntés, amikor a gyermek eléri a 3 esztendőt, akkor tovább kell lépni, és el kell vinni az óvodára. És nincs olyan szülő, aki nem aggódna, nem félne. Hogy fog beilleszkedni, milyenek lesznek a társak, milyenek lesznek az óvónők. És tapasztalatból tudom, és egy körbe nézek, hogy az óvónők nagyon jók. Itt Karcagon kifejezetten jók az óvónők. Olyakat kaptak a gyerekek, olyan tudást, olyan szeretetet, olyan biztonságot, amelyet időskorukban is vissza tudnak emlékezni, és vissza tudnak idézni. Olyan dalokat, mondókákat, egy életre szóló barátságot, amit az első lépésekkel tudnak megszerezni. Tisztelt aggódó szülők, kedves karcagiak! A régi bölcsek azt mondják, hogy a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Ez így van. De nem mindegy, hogy az a hosszú út, amin elindulunk, a gyermekek elindulnak, hova vezet. Mennyire lesz göröngyös? Kik azok, akik egyengetik, akik simítják, amikor kicsit kanyargóssá és bizonytalanná válik, akkor irányt tudnak nekik mutatni, biztos irányt. Ezek a mi pedagógusaink itt Karcagon. A püspökladányi úti beruházás az országos 66 református óvodai program részeként valósult meg. A tiszentúli református egyházkerületben 23 református óvoda épül, ezek egyike a karcagi, amely több mint 450 millió forintba került. Az épületet, a 3 csoportba járó 81 óvodást, a 11 dolgozót és a szülőket az ünnepélyes átadón főtisztelendő dr. Fekete Károly püspök áldotta meg. És azt gondolom, hogy gyermekek és szülők itt mindent megtalálnak, ami akár a gyermekek fejlesztéséhez, akár a megőrzéshez, a lelki-szellemi növekedésükhöz fontos. Olyan korszerű terek vannak a kisebb csoportos foglalkozásra, vagy egyéni foglalkozásra is, nem is beszélve a 3 nagy csoportszobáról felszerelt játékokkal, és minden megvan hozzá. És én úgy láttam a fogadalomtétel alatt, hogy az óvónők, dajkák is odaszántan, lelkesen kezdik el itt a munkát. És hát öröm, hogy Karcagon, ahol van egy iskolarendszer, egy olyan bázis óvoda is megkezdi a működését, amelyik lehetőséget ad arra, hogy akár a középiskoláig folyamatosan ebben a rendszerben fejlődjenek a gyermekek. Úgyhogy gratulálok és szívből örülök neki. A 23 tiszántúli óvoda közül ez egy olyan ékkő, és az elsők között adtuk át, hogy büszke vagyok arra, hogy ez a gondolat, amelyik
országosan 66 református óvodából áll, itt a Tiszántúlon ebből 23, Karcag, mint esperesi székhely példát mutat abban, hogy milyen szinten kell várni a gyermekeket, és ez a 21. századi környezet mégiscsak tartalmaz olyan bensőséges tereket, amelyek a gyermekeknek az esztétikai érzékét is fejlesztik, mert aki ilyen helyre jár, annak kialakul egy olyan igényszintje, amelyik a maga környezetét is majd úgy rendezi be, hogy az ehhez méltó legyen. Az udvar pedig lenyűgöző. Az a játékpark, amit foglalja a gyerekeket, és mégis az európai elvárásoknak megfelelően ütésgátló burkolatokkal ellátva egy természetes környezetben, ez egy óriási érték, úgyhogy a torna szobával együtt ez egy olyan fizikumot adhat a gyerekeknek, hogy tartásos felnőttek lehetnek majd belőlük. Nagyon szépen be fogjuk rendezni. Megígértük, hogy nagy változásokat fognak átélni, akik idejönnek. Én úgy látom mindenkinek egy öntetően az a véleménye, hogy sokkal szebb és sokkal jobb, mint amilyennek megálmodták. Hát ezen rengeteget dolgoztunk, Istennek hála, elértük, és valóban azt kaptuk, amit megterveztünk, megálmodtunk és kitaláltunk. Valóban nagy segítség volt ehhez, hogy olyan kivitelezőt is találtunk, aki ebben a munkában partner volt. Mi nem generációkban gondolkodunk, hanem az emberben gondolkodunk, az ember születésétől egészen az utolsó pillanatig. Éppen ezért nem állhatunk meg. Ez egy nagy lépés, hiszen az óvoda, ahogy hallottuk, egy sok évtizedes álom, de itt nem állunk meg, és nem lesz ez az utolsó fölvonás, hiszen azért az idősebb korosztállyal kapcsolatban azért van még restanciánk, mi ehhez tartjuk is magunkat, hiszen szeretnénk őket megfelelő minőségű, szeretetteljes ellátásban, ami egyébként a városban már van, csak az igény nagyon nagy. Tehát ami a városban van, ellátó, szociális ellátó rendszer, ehhez szeretnénk mi is tagozódni, kapcsolódni idővel, és egy olyan magas szintű ellátást biztosítani, ami egy olyan 80-100 idős embernek megszépíti a megérdemelt időskorát. Ez az egyik. A másik pedig lefelé szeretnénk egy kicsit bővülni, ez pedig a bölcsöde. Itt a városi bölcsödéknek megnézzük a felvevő képességét, ha és amennyiben úgy látjuk, hogy a kormányzati gondolatnak megfelelően gyarapodik a város, akkor mindenképpen belépünk, ha nem, akkor pedig csak azt tudjuk mondani, hogy amink van, azzal fogunk megfelelő módon majd szolgálni a városban és itt a környéken. Beszédet mondott Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Ezelőtt 19 évvel, amikor az első leányomat vittem a református általános iskola szembe lévő első osztályos évfolyamába, akkor is óriási élmény volt számomra, hogy olyan értékeket közvetített az egyház, és olyan értékekkel egészítette ki a családi hagyományokat és a család által közvetítetteket, amitől rendkívüli módon gazdagodtak a gyermekeim, és rendkívüli módon megerősödött bennük a meggyőződés a nemzeti és a helyi identitás iránti elkötelezettségben. Ebben az egyházat nagyon jó példával járnak elől, és most is óriás örömmel hoznám, ha lenne óvodáskorú gyermekem ide a református Talentum óvodába, hiszen az óvodának nem csak az a jelentősége, hogy közösségbe szoktatja a gyerekeket, hanem rengeteg új képességgel, rengeteg új tudással, és az annak megfelelő terekkel és eszközökkel gazdagítja a gyermekeket, és itt minden adottság megvan és rendelkezésre áll. A közgyűlés elnökének köszöntője után Szepesi Tibor polgármester mondott avató beszédet. Gyönyörű épület, teljesen más, mint amit ugye kívülről lát az ember, és amit kívülről hozzászokott, hogy mi vár belül, hogyha belép az ajtón, hiszen azért ennek az épületnek más funkciója volt az előző években, évtizedekben. Van egy olyan része, ami ugye akár 100 éves is lehet, nem tudjuk pontosan, mikor építették, de amikor valaki belép a kapuján, akkor egy teljesen új világ tárul elé, és az a millió, amiben a gyerekeket fogadják, az csodálatos. Én azt gondolom, hogy ahogy fejlődik a világ, a pedagógia, a számítástechnika és azok a bútorok, amelyekkel ki lehet szolgálni a gyermekek mindennapjait, azokat a szokásokat, azokat a szabadidős tevékenységeket, akkor egy teljesen más világ, mint ami akár 20 évvel ezelőtt is volt, vagy amikor én voltam óvodás például.
tágas tér, és amikor körbenézünk, akkor tényleg az látszik, mintha a tervező, a kivitelező minden egyes részét annak rendelte volna alá, hogy itt a gyerekek jól érezzék magukat, szívesen jöjjenek ide, a szülők szívesen hozzák a gyermekeket, és lehet, hogy eddig az volt a probléma néhány gyermeke, hogy nem szívesen ment óvodába, hogy én így szétnéztem, most lehet az lesz a probléma, hogy nem szívesen fog hazamenni innen. Aki ide jár óvodába, az nagyon jól érzi magát, az a gyermek. Én biztos vagyok abban, hogy Karcagon a legmagasabb szintű óvodai ellátás van, legyen az önkormányzati vagy református óvoda, és mindig hát természetesen a legújabb, a legszebb, hiszen tavaly előtt is adtunk át felújított óvodát, de most ez egy csodálatos dolog, és ebben csak gazdagodott a város, hiszen a városközpontban egy református szellemiségű, nagyon szép óvodába járhatnak a karcagi gyerekek. Én gratulálok a református egyháznak, gratulálok a szülőknek, és hát gratulálok Karcag városának, hiszen mi mindannyian karcagiak ezzel gazdagodtunk. A kivitelező részéről Labonczné Fekete Zsuzsanna ügyvezető szólt az ünneplőkhöz. Az óvoda épületet Földváriné Simon Ilona iskola igazgató mutatta be. Nagyon pozitív a vélemény, mi is kíváncsiak voltunk a véleményekre. Ugye első nap az iskolában, első nap az óvodában, ez mindig meghatározó. Az első benyomás mindig mindenkinek meghatározó és maradandó. És nem csak az első nap, hanem a további napokban is azt láttuk, és azt hallottuk a óvónőktől, illetve a szülőktől is, mert kérdezgettük a szülőket is, hogy hogy látják, mi a vélemény, és hát nagyon elégedettek voltak. Az ünnepségen az iskola tanulói és a művészeti iskola magánének tanszakosai közreműködtek. Az országgyűlés magyar-kazak baráti csoportja megbeszélést folytatott a kazak parlament mazsilisz hasonló csoportjával. A Magyar-Kazak Interparlamentáris Unió online konferenciáján vett részt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő Varga Mihály pénzügyminiszter úr társaságában. Közös célunk a két ország közötti kiváló gazdasági, diplomáciai kapcsolat és a baráti együttműködés erősítése. A Jászberényi Állat- és Növénykert idén is csatlakozott a Nemzetközi Vörös Panda Naphoz, melyet szombaton tartottak a gyűjteményben. Az állatkert média partnere a Karcag Televízió is. Sajtónyilvános eseményen mutatták be az állatkert új jövevényeit, a nyáron született kis pandákat. Most hál' Istennek születtek idén is kölykeink, most már harmadik alkalommal, és minden megszületett kölyöknek nagyon örülünk, éppen az előbb elmondottak miatt, mivel veszélyeztetett csoportba tartoznak, és ezért minden megszületett kölyök az tényleg a esetleges kihalás szélére sodródó állatokat faj megmaradásában tudják pótolni. A zoo 2014 júniusa óta büszkélkedhet vörös macska medvékkel. Ekkor érkezett a két nőstény, Svea és Lea Norvégiából Jászberénybe. Három évvel később egy belgiumi állatcserével jött az akkor egyéves hím Sifu. Leával rövid idő alatt egymásra találtak. Szerelmük gyümölcséből 2018-ban két hím kispanda, két évvel később pedig egy nőstény utód született. Az állatkert ebben az évben sem maradt kölykök nélkül. Lea július 2-án két kis pandát hozott a világra. A kölykök harmadik állatorvosi vizsgálatát a Nemzetközi Vörös Panda Napon végezték el az állatorvosok. Dr. Bakonyi László vezetésével. A kis pandáinkat most harmadszor fogtuk meg. Két hetessével vizsgáljuk őket. Nézzük ilyenkor a súlygyarapodást. Most annyival volt több, hogy féreghajtást is végeztünk, illetőleg megjelöltük őket, megkapták az egyedi azonosítójukat, a mikrocsippet. Mind a kettő fiú. Korábban már volt egy ilyen fiú testvérpárunk, utána jött egy lány, és most megint kettő fiú van, úgyhogy úgy néz ki, hogy a fiúk vannak túlsúlyba ebből az alomból. A korábbi kölyköknél több gumikesztyű szakadt, itt most csak az egyik. Nem egyformák az állatok, van az egyik egy kicsit aktívabb, a másik nyugodtabb. Annak kellene, hogy már most jön a foguk is, 10 hetesek most, még nem annyira küzdenek. A féreghajtó az annyira nem tetszett nekik, egy picit nyázanak tőle, de ezen kívül más probléma nem volt, a csippezést is nagyon jól viselték.
A gyönyörű színösszeállításuk és bájus pofiuk miatt a látogatók nagyon kedvelik a vörös pandákat, igazi kedvenceknek számítanak a Berényi állatkertben. Az eseményen megtudtuk, hogy a kispandák tenyésztését felügyelő fajkoordinátor tavalyi döntésében engedélyezte a Jász-Berényi állat és növénykertben élő pandapár további szaporodását, így remélik, hogy a faj megmentő tenyész programmal a jövőben is utódokkal növelhetik a vörös pandák számát. Két különleges tulajdonsággal rendelkeznek, az egyik az, hogy a szőrös talpukkal egyedülállónak mondható, rajtuk kívül csak a jegesmedvéknek ilyen. A másik különleges pedig az, hogy ők nem a nyelvükkel szimatolnak, nem az orrukkal szimatolnak, hanem a nyelvükkel szedik össze az illatanyagokat. Ez egy nagyon érdekes dolog, tulajdonképpen hasonlóan, mint a hüllőfélék. A kicsik enyedi azonosítót kaptak, valamint nemükre is fény derült, mindketten hímek. Sano Ago 360 g, míg Sano Kali testtömege 580 g volt a mérlegeléskor. A Himalájában körülbelül 2500 méter tengerszint feletti magasságon őshonos állatok, a veszélyeztetett fajok közé tartoznak. A Himalájában élnek körülbelül 2500 méter tengerszint feletti magasságon, és a veszélyeztetett kategóriába tartoznak a bambuszerdők irtása, a magas vadászati számok miatt, illetőleg az illegális vadbefogások miatt. A Világnap célja, hogy felhívják a figyelmet a kispandák életterének jelentős zsugorodására, a faj védelmének fontosságára. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!